Sziasztok, Kis Dávid vagyok, a Fehérvári Titanok vezetőedzője. Hogy látjátok, a háttérben már elkezdtük a nyári felkészülést. Hogyha szeretnétek figyelemmel követni, akkor csatlakozzatok a klub YouTube csatornájához. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Tonight, Hardy's wearing Prada skirts real tight. Temperature is rising, feeling real hot. In the heat of the midnight, the party won't stop until the morning light. I'm scoping out the honeys with the light eyes. Lassan egy hónapja. Már elkezdtük a felkészülést, van, aki egy kicsit előbb, van, aki egy kicsit később, és most mögöttem láthatjátok, hogy éppen lazább hetünk van. Az abból áll, hogy lejövünk ilyenkor egy kis tókörrel, játszunk egy kis különböző sportágakat, igyekszünk jól érezni magunkat itt a nyári felkészülés közben. Három hét. Ebből áll egyébként a periódus, és egy pihenő hét van. Az első héten ismerkedünk a súlyokkal egy picit, a gyakorlatokat azért ismerik a srácok 90%-ba, de mégis nem szeretném őket megszakítani. A következő héten egy kicsit erősebb, és a harmadik hét az, ami a ténylegesen kemény, kőkemény megszakítós hét, amikor már úgy a határokat feszegetik a srácok, és akkor most, amit láthatok, ez egy kis lájtos pihenő hét. Sok új játékos jött most a csapathoz, de azt gondolom mindenki tudja, hogy meg kell dolgozni a helyért. Ez az összehangolódás, ez nem fog problémát jelenteni, hiszen mindenki ismeri a Dávidot, meg egymást is ismerjük, az U20-asokat is ismerik a Titánok, meg fordítva is igaz, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nem lesz semmiféle probléma. Egyértelműen nagyon izgatottak vagyunk, mivel jó párunknak tavaly nem igazán volt sok meccse a felnőttbe, úgyhogy ezt mindenki ugye nagyon várja, ezzel készülünk ugye a nyárra, és egyértelműen ugye izgatottak vagyunk, mert mégiscsak egy más közeg, ez egy profi szint, és jó lesz ezt meglépni. Amikor ugye U20-ba játszottunk fel első évben, az furcsa volt először is, mert teljesen egy másik szint, nem hitte volna az ember, amíg nem tapasztalja meg, nem hiszel az embert, hogy tényleg ennyi a különbség a két liga között, egy utánpótlás és egy profi liga között. Azt tudom mondani, hogy meg kell tapasztalni, nem kell félni, meg kell csinálni azt, amit igazából tud az ember. Lehet egy kicsit fura lesz, hogy nem mi leszünk ugye most a bajnok esélyesek. Ez ugye a csapat nagy részének ez érdekes lesz, de hát bele kell kóstolni a profi szintbe. Úgy gondolom, hogy sportember létükre kezelniük ezt a szituációt, lesz még olyan a karrierjük során, hogy nem fognak folyamatosan meccseket nyerni. Ez egy jó alap, jó kiindulás, hogy a saját korosztályokba tudtak dominálni, és meg tudtak nyerni több bajnokságot is itt éveken keresztül. Úgy gondolom, hogy lesznek pofonok, amiket fogunk kapni, de azokból is tanulni fogunk valamit, és majd előbb-utóbb hozzászoknak, és remélhetőleg több lesz a győzelem, mint a vereség. Ezeket mensd el az összes ilyet. Ez telibe volt.